Három megye, 12 csapata vágott neki az elmúlt év őszén az NB3-nak megfelelő regionális bajnokságnak, amelyet a legutóbbi szezonhoz hasonlóan az MLS Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága szervezett. Mivel Levelek visszalépett, végül 20 forduló döntött a helyezésekről. A két első helyezett csapat számára még hátra vannak az osztályozók, amelyeken kiharcolhatják az NB2-be jutást. A tavalyi évhez hasonlóan idén is rendben lezajlottak a regionális küzdelmek, szintén ugyanúgy az előző kiíráshoz hasonlóan Borsod és Hajdú csapatok is részt vettek ebben a bajnokságban. 6 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, 3 Borsod-Abaúj-Zempléni és 3 Hajdú-Bihar megyei csapat vett részt a mostani NB3-as vagy ugye Északkelet regionális felnőtt futsalbajnokságban. A csapatok oda visszavágós rendszerben játszottak, október végén kezdődött a bajnokság, és nem olyan régen ért véget. Viszont ugye az első két helyezett csapatra még vár egy rájátszás, hiszen az országban összesen ugye 6 régiós ilyen NB3-as bajnokság van, és mivel nálunk elég sok csapat indult, kimagaslóan sok, így ebből a régióból az első kettő helyezett vehet részt a rájátszásba, ahol egyébként 8 csapat kerül be, és végül onnan majd a rájátszásból kerülhet fel a legjobb csapat az NB2-be. Mint Vaka Árpád elmondta, a megyében van NB1-es és NB2-es futsal csapat is, a regionális bajnokságban azonban nagypályás játékosok rúgják a labdát. Ezeket a csapatokat 100%-osan nagypályás labdarúgók alkották, nincsen olyan, legalábbis nem tudok olyanról, aki csak futszálozna. Minden egyes esetben az figyelhető meg, hogy szinte 99%-ban a nagypályás csapatoknak ez egy plusz edzés hétfőként, és ugye már ezt nagyon sokan megmondták a komolyabb edzők közül is, hogy egy-egy futszálban, egy-egy kis játékban azért az a nagypályás labdarúgóknak is jót tesz, úgyhogy ezt úgy próbálják beépíteni a nagypályás csapatok, mint edzés. Persze vannak olyan külön olyan csapat ebből a bajnokságban is, aki a futszálra épít, viszont azok a játékosok is nagypályáznak. A Már FC, a MEAFSZ és a Debreceni Sportcentrum mögött legjobb Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatként a Csenger futszál Beregvidék zárt a negyedik helyen. A csengeriek adták a gólkirályt is, Dávid Róbert 50 találattal bizonyult a legeredményesebb játékosnak.